Üdvözöllek mindenkit, aki eljött ma este. Mindenkit kipróbálni ezt a gombot a kupolában a koncertet. Mert jó kéne működni mindenki. Kupola ez egy olyan tér, amely jól tesz a gomba felülkezésnek. A gomb pedig abból áll, hogy mi abból a koncertből indulunk ki, mi kontaktusok, hogy van egy régi mondás, hogy a gomb ütésben minden zene benne van. És ezt fordítva meg a Music Contact, egy kicsit először csak írásan, de aztán komolyan véve, hogy minden zene akkor meg idézőjel van minden zene. De sok zene, egyfajta gombot tudatot. Egy kicsit mindenben dolgozunk, gombot alkotunk sok zenékről, ami azt jelenti, hogy valójában, ahogy sokszor tudtam mondani, a Music Contact konceptje egy kicsit a hang jelenség és a zene, folyamán zene jelenség határait mutatja. És azon keresztül felépített fogaszkodó, ahol a zene átfői zenei hangérvénybe és a hangérvény átfői zenei érzelme, és egyéb dolgok tudjuk elég is, ahol magában csak az hangrezgéssel dolgozó kompozíciót ezek, amik más rezgésekkel is összepárosodnak, például kényeket ebben az esetben. Úgyhogy mi lehetődést is szoktunk általában hozzátenni, hogy legyenek mozgóképek is, de most mozgó vetítés lesz, úgyhogy ez éppen elegendő nekünk most technikailag úgy megoldani, úgyhogy örülünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és nagyon is izgalmas egy-egy rezgés, ez kép, hang, fény és a zene kapcsolatai lesznek igazából, és itt kivontva a hangulat. Nos, ugyanakkor, miután kialakul egy rezgőtéget, ezért megkívánom a kedves vendégeket, hogy érezzük magunkat szabadon, amélyekül, hogy továbbiakban mozgatnak őket sétálni ebben a rezgőtérben, hogy jobban érzékeljük azokat a megtapasztalatokat, azokat a lehetőségeket, amiket egy ilyen rezgőtér nyújt. Például több dimenziális és utazás is képes egy rezgőtér okozni, főleg akkor, hogyha te vagy a mozgó objektum, és körülötted érzékelni dolgot, a rezgőtér, a potenciák, sűrűsége, különböző dimenziói, hogy így haladsz össze. Tehát mindenképpen sétáljátok, ha tudtok, élvezetesebb lesz, hiszen erről szól ez a rezgőtér kompozíció, a koncept. Úgyhogy elkezdünk most egy kedves DJ csapattalunk előadásában egy intro, és akkor utána pedig majd elmondom, hogy minden folytatjuk. Egyébként mert nagyon fontos lenne még egy dolog, hogy hiába járhatom a számot, én ezt nagyon pontosan leírtam egy papírra, és ott, hogyha valaki itt a belépőjéhez visszamegy, ott talál olyan leírásokat, amelyek esetleg megkonomizálják azt, hogy járhasson a számot annyi. Néha azért mondom azért, hogy mi van, de röviden, hogy mi van, hogy megtapasztal meg ezt az élményt. Úgyhogy fontos lenne, hogy akiket ez részletesebben érdekel, hogy mit hallgatnak, mi ez a jelenség, akkor hallgassanak el egy kicsit a dokumentumba, amit mondom, hogy eljárhatnák a látok a szólóban. Egyik oldalán van a programnak, a másik oldalán a leírás, a darabatnak, amit ezek előadni. Két darabatnak előadni, az éter és a rezonansz stereoszkopik című darabjaikat, és akkor terült intrójának átadnám a szót, ő kezdi az estét, angyali hangokkal. Felálltatjuk egy pillanatra, egy olyan szintre, amit a kupolában
csillagközi váló teremben válni, ahol hamarosan egy nap. És elmondjuk, hogy több részben sütözásra. Korláthoz jövőjátok gyerekek, másik között vigyázzunk a dolgokra. Köszönjük!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Köszönöm.